A helységnyi táblák lecserélésére azért kerül sor, mert az eddigi táblák, amelyek Szabadka és Palics helységek neveit jelezték, már rossz állapotban voltak, illetve a betűfeliratok már olvashatatlanná váltak a rossz minőség miatt, ezért az illetékesek lecserélték ezt a két táblát. Átmenetileg a már raktáron lévő táblákat helyezték fel, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Szabadka VMS-es polgármester helyettese. Horváth Tímea hozzátette, fontos tudni, hogy az új táblák megrendelés alatt vannak, amelyek három nyelvű felirattal fogják ismét az úti célt megjeleníteni, illetve a település és helység nevét, idézi a Pannon RTV horvát polgármester helyettest. A VMS elnöke ugyanakkor úgy tudja, hogy helységnyír tábla kérdés ott alakult ki, ahol útfelújításokat végeztek. Ezelőtt egy-két nappal elindult a vajdasági magyar közéletben, elsősorban itt az internetes felületeken a ketrecrázás a helységnév táblákkal kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Tanács hónapokkal ezelőtt, egészen pontosan több mint két hónappal ezelőtt jelezte a közigazgatási és államigazgatási minisztérium irányába, hogy ez egy valós probléma, ugyanis ott, ahol útfelújítások vannak, és ahol leveszik a régi táblákat, ott gyakran megtörténik, hogy nem a több nyelvű táblák kerülnek föl, hanem hogy ezzel kapcsolatban mulasztások történnek. Hogy mulasztás történt vagy sem, nem tudjuk. Tény azonban, hogy a Szabadkát és Palicsot összekötő Szeged utat nem most újították fel, a táblacserét viszont a napokban végezték el. Szabadkai és palicsi civilek az új tábla alá ma kihelyezték saját táblájukat magyarul. Kihetetlenül állunk azelőtt, hogy a helységnév tábla lecserélésekor pont a magyar felirat tűnt el a táblákról. Mi megpróbáltunk segíteni Szabadka önkormányzatán, mint tudjuk, elég siralmas állapotban áll a költségvetés, és azt is szeretnénk tudni, hogy kinek a költségére lesznek ezek a táblák kijavítva. A civilek magyar nyelvű helységnév táblája nem sokáig állt az út mellett, a jelentés készítésekor már eltűnt.